Na tehát, megérkeztünk Cseppóba a biztonsági zóna határára. Mit vásároltál, Gábor? Alma levőt és... Irgalmatlan nápolyikat! A gyilkos nápolyik. Na, innentől kezdve Orbaszájba ellenőrizni fognak, és le akarnak majd minket beszélni arról, hogy betegyük a lábunkat Darien területére. De mi mindenkinek adunk egy nápolyit. Tehát Bakos Budapestnek lettél elnevezve, úgy leveled alapján. Te is azért testvérek vagyok. Testvérek vagyok. Na itt van a katonák. Fordulj! Ez a katonák. Második fog jönni az hát, mert lőnek lent Darienben, úgyhogy muszáj. Most miért is veszélyes ide belépni? Darien területére. Rengeteg fegyveres van. Egyrészt, másrészt pedig ott vannak a gonoszok, mint feltüntetve. 300 000 dollárt fizetnek fejenként. Itt alszunk, La Palmában. Itt alszunk, nagyon helyes, oda néz. Ott vannak a baglyok. Imhol a szállásunk La Palmában. Kívánok, Gáborom! Szép jó estét kívánok! Na, úgy néz ki, hogy azért holnap sikerül útra kelni. Mit vársz ettől a remekbe szabott úttól? Izgalmakat. A másik faluban még nem beszéltük meg, de... De elképzelhető? Elképzelhető, majd most mindjárt megbeszéljük. Nem baj, ha ott is látszolnak. Pancsolás következik. Igen. Bemutatja Bakos Gábor. Kicsit még bizonytalan ebben a kérdésben. Na, irgalmatlan belülést kérek. Még másfél óra Manenéig. Most már Darien legményén vagyunk. Innen a kolumbiai határ. Ugye arrafelé körülbelül 20 km. Egyelőre gerilláknak nyoma sincsen. Már farkot kereste. Hát nem. Szamogja, barátom!